Óriási növekedés, 640 hektárral bővül Nyíregyházán a déli ipari park területe, már folynak a munkálatok. Még tart az üzemanyagdrágulás, pénteken tovább emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Elismerés, az elmúlt naptár év legjobbjait díjazta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek-Vár megyei igazgatósága. A következő 100 évet is meghatározhatja ez az évtized, amelyben most vagyunk. Ezt mondta Kovács Ferenc a Nyíregyházi Ipari Park sajtónyilvános helyszínbejárásán. A Kölcsey Televízió iradóját látják. A nyíregyházi polgármester szerint a fiatalok elvándorlását ilyen és hasonló beruházásokkal lehet megállítani. Ebből a célból a magyar kormány soha nem látott mértékű 192 milliárd forint támogatást biztosított a városnak ipari park fejlesztésére. Dolgoznak a munkagépek a Nyíregyházi Ipari Park bővítésén, amire több ütemben összesen 192 milliárd forint összegű támogatást kapott Nyíregyháza a magyar kormánytól. A közgyűlés még 2019-ben fogadta el egyhangulag a város befektetés ösztönzési stratégiáját, amelynek eredményeként 640 hektárral bővült a már meglévő mintegy 130 hektáron betelt ipari park. Várhatóan így fog kinézni nem sokára a német Boysen új beruházása, amely jelenleg az építési fázisban van. Az ipari park fejlesztés terveinek leszállítása várhatóan 2025 harmadik negyedévéig fejeződik be. A polgármester szerint ezek a beruházások kulcsfontosságúak a város jövőjét illetően. Nyíregyházát is sújtja egy kivándorlás, a fiatalok évtizedek óta elmennek és sokan nem itt telepednek le, tehát ezért is kell, mert Nyíregyháza jövőjét, azt mondtam többször, következő 100 évet meghatározhatja ez az évtized, amiben most vagyunk, és ennek egyetlen egy ellenszere van, színvonalas munkahelyet teremtő beruházások idevonzása. Ez persze mást is jelent, az önkormányzatnak lesz adóbevétele, óriási növekedés várható, 2010-ben 7,1 milliárd volt az adóbevétel, most, ha jól sikerül az évünk, elérhetjük a 20 milliárdot, és erre mondtam, hogy ez 5 év múlva megduplázódhat. Az M3-as autópálya mindkét oldalán zajlanak az ipari park bővítésével kapcsolatos munkálatok. Ezen a területen például az Opus Titás ZRT már kiépítette a középfeszültségű földkábeleit, amelyről a WScope Hungary Plant Kft. Várhatóan az idei év második felében el tudja kezdeni próbaüzemét. Magát a beruházást úgy terveztük meg, nagyon körültekintően, előrelátóan, hogy az, egyrészt az ipari parkot ide helyezzük, ugye autópálya mellé, tehát a város közlekedési infrastruktúrát nem fogja terhelni, épül majd lefeljáró az autópályára, itt van az iparvágány, legkevésbé terhelje a város közlekedését. Nagyon fontos az, hogy például a Tó utcai már megvalósult vízügyi beruházásunkat úgy terveztük és úgy kiviteleztettük, hogy az több mint 10 000 embernek a szolgáltatását javítja, a nyomás erősödött, és ugyanígy van a közúti infrafejlesztéssel is. Nem csak Újfehértó, hanem Nagykálló irányában is szeretnék szélesíteni a forgalmi útszakaszokat, tette hozzá a polgármester. Emellett Nyírjes és Nagyszállás irányában is épül egy új útvonal, ami a Kállói útba csatlakozik be, ahová egy új körforgalmat is terveznek a kerékpárút kialakítása mellett. A lakosság tudatosabb közlekedési megoldások használatával, a kisebb benzinkutak pedig alkalmazottak elbocsátásával és automata üzemmódra való átállással tudnak alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy szinte folyamatosan drágulnak az üzemanyagok. A nemzetközi piacon jelentősen emelkedett az olajára, és a forint sem erős a dollárral szemben, ez okozza az áremelkedést. A jelenlegi 650 forintos átlagár csökkenése pedig a következő hónapokban sem várható. Pénteken ismét emelkednek az árak. Bosszankodhatnak az autósok, hiszen az utóbbi időben szinte folyamatosan drágulást lehetett tapasztalni a kutakon. A rekordinfláció óta minden többe kerül, nem kivétel ez alól a benzin és a gázolaj sem. Az elmúlt napokban pedig jelentősen emelkedett a nemzetközi piacon az olaj ára is. Egy hét alatt 4 dolláros hordonkénti drágulást tapasztaltak. Ráadásul a forint sem erős a dollárral szemben. Ezért hol kisebb, hol nagyobb léptékű, de szinte folyamatos az áremelkedés.
ez pedig sok autóst arra késztet, hogy jobban átgondolja, mikor és mennyit tankol. A liter eladásoknak a csökkenését a benzinkutak folyamatosan megerősítik számunkra. Nem ritka a 20-30, de akár a 40%-os visszaesés is az elmúlt negyedévet tekintve. Tehát ilyen szempontból látszik, hogy mindenki próbál tudatosabban költeni, autózni, és akár kényszerűségből is letenni az autót és más egyéb alternatív közlekedési módszereket választani. Nyilván nagyvárosokon belül ezek akár rollerekkel, tömegközlekedéssel nagyon könnyen megoldható, és azért annak a fellendülése egyértelműen látszik, de ha a tömegközlekedést vidéken nézzük, akkor a vármegye bérletek is egyre népszerűbbek, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igen, drága már manapság az autózás, és ilyen szempontból ezek utak forgalmában is maximálisan megjelenik. A benzinkutaknak az idei évben a költségszerkezet az tovább emelkedett, hiszen egy újabb adóteher kifizetésére kényszerülnek. Itt a különadó mérték megemelkedése azért idéntől már jelentősen mutatkozik az ő költségeikbe, és így a kiskereskedelmi árakban is. Úgyhogy ilyen szempontból a kisebb forgalomhoz mérten kénytelenek egy kicsit magasabb áréssel dolgozni, de ez csak és kizárólag azért van, mert a fizetni valójuk is jóval több. A szakértők azonban úgy gondolják, ez nem jelenti azt, hogy bezárnának a kisebb utak. Helyette próbálnak költséget csökkenteni, akár azzal, hogy alkalmazottakat bocsájtanak el, és átállnak egy automata üzemmódra. Ezt pedig a lakosság is elfogadja lassan, és megtanulják használni a rendszert. De úgy tűnik, továbbra is csak 650 forint körül tudnak tankolni. A bideni kormányzatnak a célja az, hogy alacsonyan tartsa a hazai üzemanyagárait, amihez egy alacsonyabb olajár is társul. Ezt jelenleg nem tudják nyomás gyakorlással úgymond kivitelezni, leginkább azért, mert az OPEC országok továbbra is termeléscsökkentésben vannak, tehát a kínálati oldalt azt próbálják szűkíteni. És a mostani olajár emelkedésnek leginkább az az oka, hogy olyan pozitív hírek érkeztek Kínából, hogy a gazdasági lassulás az megállni látszik, és inkább a növekedő tendencia várható, és a piac ilyen szempontból Kína részéről egy komolyabb keresletnövekedésre számít, ami információ bőven elég volt ahhoz, hogy egy lendületet adjon az olajárának. Én azt gondolom, hogy ez az emelkedés ez nem szabad, hogy tartós legyen, és kell, hogy egyfajta csökkenést tapasztaljunk, de ez a 600 és 650 forint körüli átlagár tűnik reálisnak a következő hónapokban. Április 5-től péntektől a benzin esetében bruttó 4, míg a gázolaj esetében bruttó 7 forintos áremelkedéssel kell számolniuk az autósoknak. Míg ez utóbbi átlagára így 652 forint lesz, addig 1 liter benzinért 645 forintot kell fizetni átlagosan. Tömegnövelőket és szépészeti beavatkozáshoz használt engedély nélküli orvostechnikai eszközöket foglaltak le a NAV munkatársai a Beregsurányi határátkelőnél. Egy belépésre jelentkező utas elmondása szerint a teljesítményfokozókat egy ismerőse rendelte interneten, és az ő kérésére szállítja Budapestre. Néhány nappal később szintén Beregsuránynál bukott le egy ukrán férfi, akinek az úti podgyászából a kozmetikai iparban használatos gyógyszerek és orvostechnikai eszközök kerültek elő. A férfi az illegális szereket magáénak vallotta. Mivel a kétes eredetű termékek és orvostechnikai eszközök behozatalára egyikük sem rendelkezett szakhatósági engedéllyel, ezért azokat a pénzügyőrök átadták az illetékes rendőrkapitányságnak, továbbá gyógyszerhamisítás alapos gyanúja miatt mindkét esetben feljelentést tettek. Az autizmus világnapján állítottak emléket Endrefi Ildikó orvosbiológusnak, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az autizmus kutatásban. Szellemiségének őrzőjeként és a köszönet jeleként kezdeményezte a Most élsz Egyesület az emléktábla elhelyezését a Nyíregyházi Kórház gyermekgyógyászati tömbjében. Endrefi Ildikó 1980-tól nyugdíjazásáig dolgozott a Jósa András Oktatókórház gyermekosztályán, ahol a laboratórium szakmai munkáját irányította. Az általa kifejlesztett vékony réteg kromatográfiás vizsgálatok akkor országos szinten is egyedülállónak bizonyultak. Endrefi Ildikóval hosszú éveken keresztül dolgoztunk együtt, és én nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen módon is emléket tudunk állítani annak a munkásságnak, amit ő ebben az osztályban elvégzett. Úttörő jellegű volt az a munka, amit ő itt tett olyan gyermekek érdekében, amit annak idején országosan még nem tudtunk megtenni.
olyan kémiai laboratóriumi módszereket vezetett be az osztályunkon, amelyekkel igen ritka betegségeket tudtunk felfedezni, és a felfedezés követően tudtunk gyógyítani. Nagyon nagy hálával tartozunk az ő munkásságának, amit ő sok publikációban meg is jelentetett, és a mai napig is használjuk ezeket a módszereket, amelyeket annak idején ő kidolgozott itt az osztályunkon. Munkásságának utolsó éveiben az autizmus és a magatartás zavarban szenvedő gyermekek anyagcsere rendellenességeivel és a betegek állapotán javító diétás kezelések lehetőségeivel foglalkozott. Így került kapcsolatba Farkas Árpád, a Most Élsz Egyesület elnöke Endrefi Ildikóval saját gyermekének érintettsége révén. Az autizmus spektrum zavart világszerte élénk kutatások tárgyát képezi, mind a kialakulási mechanizmus és annak a befolyásolhatósága, és így erősödtek meg azok a tények, hogy a genetikai faktorok háttérbe szorultak, és egyre inkább az epigenetika felé hajl a kutatásoknak az irányvonala. Endrefi Ildikó ezeket a háttérben zajló komorbiditásokat, társbetegségeket vizsgálta, és anyagcsere kutatásokon keresztül igyekezett alátámasztani a pszichiátriai diagnózisokat. Endrefi Ildikóra betegei és kollégái, jelenlegi és korábbi városvezetők olyan emberként emlékeznek, aki szerénységgel és alázattal fordult betegeihez és kollégáihoz, kicsit több, mint 4 éve bekövetkezett haláláig. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatallal együttműködve április 6-án szombaton 9 és 16 óra között rendezi meg a téli-tavaszi átállás segítő közlekedés biztonsági akcióját. Nyíregyházán a Nyírpláza parkolójában mobil műszaki állomással várják azokat, akik szeretnék felkészíteni a gépjárműveiket a tavaszi közlekedésre. A rendezvényre várják a kerékpárosokat is, a szakemberek átvizsgálják a kétkerekű közlekedési eszközöket, és a rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai elvégzik a Bike Safe kerékpár regisztrációt. 2 napon keresztül várták a véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat által rendezett esemény egyik célja az volt, hogy minél több fiatalt bevonjanak a véradók közé. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből körülbelül 0,5 liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható. Egyetlen véradással, azaz 450 milliliterrel 3 betegen is lehet segíteni. A mi célunk az az, hogy az egészségügyi ellátás zavartalan legyen abból a szempontból, hogy megfelelő mennyiségű vér áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gyógyulni vágyók vagy olyan műtéteket, ami vérigényes, azt el tudják végezni a kórházban. Tehát egyetlen gyógyulni vágyó betegnek se kelljen arra várnia, hogy lesz-e olyan hozzátartozó barát ismerős, aki egy irányított véradás keretében tud csak gondoskodni arról, hogy ő a megfelelő ellátását el tudja kapni. Tehát ez nem csak ma fontos, vagy tegnap volt fontos, hanem ez a jövőben is fontos lesz számunkra, és azon dolgozunk, hogy ezt a kiszámítható egyenletességet tudjuk biztosítani. A véradás mellett a társadalmi felelősségvállalás és az új véradók megszólítása is kiemelt cél. Az egyetemi véradással elsősorban a hallgatókat szeretnék mobilizálni, de az oktatók és a dolgozók is segítik az egészségügy munkáját. Nyíregyházi Egyetem nagyon fontosnak tartja, hogy a hallgatóink saját életükbe, saját gyakorlatukba szembesüljenek a társadalmi felelősségvállalással. Meg kell, hogy értse minden földlakó, hogy kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe, és amikor lehetőségünk van segíteni, akkor segítsünk, hiszen ezt a viszonosságot kritikus helyzetekben csak akkor várhatjuk el. A nők évente 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Fontos kritérium, hogy a 2 véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. A véradást minden esetben orvosi vizsgálat előzi meg, ahol az orvos eldönti, hogy adhat-e vért a jelentkező. Az, aki elmúlt 18 éves, nincsen olyan ismert betegsége, ami kizárja a véradásból, vagy nem szed olyan gyógyszert, ami kizárja a véradásból, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, az mehet vért adni. Kiemelt cél, hogy minél több fiatal felismerje a véradás fontosságát és váljon véradóvá. Ezért az egyetem azon hallgatói, akik a felsőoktatási véradóhetek keretében adtak vért, értékes ajándékokat és fesztiválbelépőt is nyerhetnek.
Már a látogatók is megtekinthetik a hegyke bajszú huszármajmokat a Nyíregyházi Állatpark külső kifutójában. A fiatal hímekből álló négyfős csapat az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett Lengyelországból. Fajnevüket a hímekre jellemző kackiás bajuszról kapták. Alapvetően zöldség és gyümölcsfélével táplálkoznak, de van, ami a legfinomabb csemegének számít a számukra. Igen, a huszármajmaik ugyanis rajonganak a földi mogyoróért. Hát valahogy huszármajom bűvölő lettem. Mindenki itt van, körülöttünk. Igen, ki a legügyesebb? Kis kackiás bajszú csapat. Na ezt a látogatóknak szigorúan tilos. Mogyoróval etetik a Lengyelországból érkezett új lakókat a Nyíregyházi állatparkban. A faj neve onnan ered, hogy a felnőtt állatok szájszegleténél a szőrzet alakja és lefutása némileg bajuszra hasonlít, ami a 19. század néhány német természettudósának a kackiás bajszú huszárokat juttatta eszébe. Új majomfajjal gazdagodott állatparkunk főemlős gyűjteménye, a kackiás bajszú huszármajmok már megtekinthetőek itt a Nyíregyházi állatparkban. Alapvetően a fajra jellemző Közép- és Nyugat-Afrikában őshonosak, és igazi leglegállatok, hiszen a leggyorsabb főemlősök a világon, 3 másodperc alatt akár 50 km/h sebességre is fel tudnak gyorsulni. A huszármajmokat számos ragadozó gepárdok, hiénák, sasok fenyegetik. Ellenük rendkívüli gyorsaságával tud védekezni, melyhez hosszú megnyúlt végtagjai és lekerekített rövid ujjai is alkalmazkodtak. Alapvetően a természetben kétféle módon élnek csapatokban, vagy egy hímál háremekkel, egybekötött hölgyekkel, vagy pedig a többi megmaradt hím aglegény csoportokba tömörül, a Nyíregyházi állatpark is ilyen módon mutatja be az itt lévő állatokat. A természetben a vadászat és az erdőirtás miatt csökken az állományuk. A fiatal hímekből álló négy fős csapat az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett a Nyíregyházi Állatparkba. Kilencedik alkalommal tartotta meg díjátadó ünnepségét az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatósága. A rendezvényen az elmúlt naptár év legjobbjai vehettek át elismeréseket. A legjobb labdarúgónak a csengersimai Dávid Róbertet választották meg. A legjobb játékvezető Papp Ferenc lett, Tukacs László pedig a vármegye labdarúgásáért végzett munkájáért kapott díjat. Bár már javában 2024-et írunk, az MLS vármegyei igazgatósága a hagyományokhoz híven a közelmúltban adta át az előző esztendő legjobbjainak járó elismeréseket. Mint Kvaka Árpád igazgató elmondta, nincs könnyű dolguk akkor, amikor dönteniük kell a díjazottak személyéről. 9. alkalommal adjuk oda az elmúlt naptári esztendő legjobbjainak a díjakat. Ugye vannak egyéni díjazottak, akár felnőtt, akár utánpótlás labdarúgó szinten, akár az edzőknél, illetve a játékosoknál, meg van csapat szinten is, ugye a legjobb női, legjobb férfi csapat, és minden évben odaadjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgásáért díjat, valamint a kollégáink közül az aktívák közül is kiválasztunk egy olyan aktívát, aki azért nem csak az elmúlt évben, hanem az elmúlt években nagyon sokat tett hozzá a megye labdarúgásáért. Mindig több, majdnem minden kategóriában több és több jelölt merül fel, soha nem egyszerű a döntés. Azért szerencsére elég sok csapat van a megyében, elég sok labdarúgóval, edzővel, és azért valljuk be őszintén, minden naptári évben nem csak egy embernek vagy egy csapatnak sikerül jó a szezon vagy a két fél szezon, úgyhogy azért általában nehéz döntések szoktak születni, ez most sem volt másképp, viszont akik megkapták a díjat, ők mindenképpen megérdemlik. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy minden évben elismerjék a legjobbak teljesítményét. Azt hiszem, hogy azért a sport az átszövi a mindennapjainkat, és ez így van jól. De nekünk pedig azért külön figyelmet kell fordítani arra, hogy ha valaki a sporttal foglalkozik, akár mondjuk szakmai szempontból, vagy akár mondjuk játékosként, sportolóként, akkor azért mindig alkalmakat kell keríteni arra, hogy ezek az elismerések, illetve az a munka, amit elvégeztek, az meg legyen jutalmazva. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a közgyűlés nevében is itt legyünk minden olyan alkalomkor, amikor átadások, díjak, elismerések átadása történik, mert úgy gondolom, hogy a visszajelzés a sportban is nagyon fontos, hiszen rengeteg munkát fektetnek bele, labdarúgás területén is, és azt hiszem, hogy azért az mindig különleges érzés, amikor az a visszajelzés a szakmai szervezetektől is visszajön egy játékos, egy szakvezető felé, hogy valóban az a lendületes, lelkiismeretes hozzáállás, amely a sportot jellemzés, amellyel úgy közösséget kovácsolnak, kis településeken, városokban, vagy akár itt a vármegyeszékhelyen, az elismerésre kerül.
A Szabolcs-Szatmár Bereg labdarúgásáért díjat az a Tukas László kapta, aki a szatmári térségben évtizedek óta dolgozik a futball életben tartásáért. Szerveztem a nagypályás, kispályás focit, meg még most is azt csinálom. Hát nem voltam, azt mondták a falunbeliek, hogy focizni szerettem, sakkozni tudtam, de az a lényeg, hogy mindig igyekeztem olyan kis településeken is focit csinálni. Most is szervezünk kispályán, nagypályán, mindig jövünk, megyünk, mert azt gondolom, és azt üzenem innen a fiataloknak, meg idősebbeknek is, ezt a csodatos játékot nem szabad abbahagyni. Ezt mindig csinálni kell a focit. Tiszacsécsejtől Fehérromatig minden faluba fociztam a járásba, és pici településeken is igyekeztem futballt szervezni, mert az az emberiség nagy játéka. A rendezvényen összesen 10 kaptak elismerést. A legjobb labdarúgónak a Csengersima játékosát, Dávid Róbertet választották, a legjobb utánpótláskorú játékos, a Várda Labdarúgó Akadémia kapusa, Márton Ákos lett. A legjobb edzőnek, a Kálus Jemjéni, Oszienko Volodimirt, a legjobb játékvezetőnek pedig Papp Ferencet választották meg a szakemberek. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpkéreink még egyszer röviden. Ha jól sikerül ez az évünk, elérhetjük a 20 milliárd forintos adóbevételt, és ez 5 év múlva megduplázódhat, mondta Nyíregyháza polgármestere a déli ipari park helyszínbejárásán. Kovács Ferenc úgy látja, nem csak a fiatalok kivándorlását lassíthatják az ideérkező beruházások, de az önkormányzat bevételeit is nagy mértékben növelheti a város által üzemeltetett ipari park. Szinte folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára, és nem várható jelentős csökkenés a következő hónapokban sem. Emiatt egyre többen kénytelenek letenni az autót, és helyette más közlekedési megoldást választani. A kisebb vidéki utak pedig alkalmazottak elbocsátásával és automata üzemmódra váltással tudnak alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Pénteken ismét emelkednek az árak. Az elmúlt naptár év legjobbjait díjazta az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága. A rendezvényen 10 vehettek át elismerést, az év edzőjének, a Kálus Emjén trénerét, Oszienko Volodimirt választották. A legjobb labdarúgó a Csengersimai Dávid Róbert lett, Tukas László pedig a vármegye labdarúgásáért végzett munkájáért kapott díjat. Április 4-én csütörtökön a Kölcsey Televízió híradóját látták, pénteken is jelentkezünk majd természetesen híradóval, és várjon Önöket a weboldalunk is. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó pihenés ma estére, viszontlátásra! Péntek reggel a keleti határszélről is levonul a felhő és csapadéksáv. Napközben fátyol felhős időre számíthatunk, csapadéknak kicsi az esélye. A nyugati a szél élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 18 és 20 fok között alakul pénteken.